amikor én, mint fiatal kisfiú Cegléden először lettem engedve szombat este az akkori táncmulatságok helyére a kultúrházba, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egy szombat este hány helyen szólt a zene Cegléden. Hogyha most tennénk egy képzeletbeli sétát, és elindulnánk a Petőfi Sándor utcai egykori Zöld Hordó étteremből, akkor láthatnánk, hogy Zöld Hordóban működött egy zongorista, és kitűnő konyhája volt. A kultúrházban mindig működött egy zenekar szombatesténként az emeleti táncteremben, akik a táncra szolgáltatták a zenét. Picit tovább jöve a Citromház néven ismert ház alatt volt az Aranysas Bisztró, ott is volt egy zongorista. Még egy picit tovább jöve a Szövetkezeti étterem, most MKB Bank helyén állandóan cigány zene szólt. Megkerülve a polgármesteri hivatalt és elérve a Déli Báb eszpresszót, ott garantáltam volt egy zongorista, a Kossuth étteremben komplett zenekar volt, sőt nyárára Budapestről hívtak valami divatos zenekart, tovább menve a Magyar étteremben cigány zene szólt, átmenve a Kossuth-Ferenc utcára Tiszti klubban is, és a Medoszban is zenekarok játszottak, és végül, ha visszatérünk a Rákóczi útra, a TETSZ tánciskolában szombatonként az ösztáncra szintén élő zenekar játszott, és befejezve a sétánkat a jelenlegi sportcsarnok az egykori Vigadó helyén, ott is, ami a közúti gépellátóvállalat kultúrotthona volt, ott is élő zene szól. Tehát ez 11 helyszín röpke 2 kilométeren belül, aminek ma már nyomát nem látjuk, mert az élő zene átmenetileg kiment a divatból. Ez a 60-as évek, ez gyakorlatilag egy egészen mesebeli furcsa világ volt a mai néző számára. Tehát a várost még a Kisvasút szeli át, ami ugye Csemőből, Zöldhalomból hozza be a ottani dolgozókat, illetve hát a gazdálkodókat a piacra, illetve viszi ki a ceglédieket a kiskertjeikbe. És a piac aktuális szenzációja Góliát, a világjáró óriás bálna, ami egy ilyen kamionra fölszerelve járta a világot. A hivatalokban még mindenkit elvtársnak szólítanak, és a szabadságtéri szovjet hősi emlékműnél fegyveres őrök posztolnak. A szövetkezeti étteremben, ahogy említettem, cigány zene szól, és Csibra Józsi bácsi műbútor asztalos a Földműves Szövetkezet sarkán egy kis köténykébe, amiben éppen félbehagyta a politúrozást, várja a beszélgető partnereit. Tehát ez csak egy kis hangulatfestő elemnek szántam, hogy ilyen volt a 60-as évek Cegléde, ami hát mondom hihetetlenül befogadó közege volt az akkori amatőr zenekarok szárba szökkenésének, és gyakorlatilag meg kell említenem azt, hogy az én, illetve a mi korosztályunk indítatásának nagyon sok köze van a zenei általános iskola indulásához, tehát hogy minden nap kötelezően volt ének-zene tantárgy, sőt hangszer tanulása is, és hát a Béres Karcsi bácsi, Iványos Erzsike, illetve Cica néni, Kis Mihályné nevével fémjelzett, és még sokan mások tanár urak és hölgyek, mind azon fáradoztak, hogy a zene a mindennapjaink életünk részévé váljon. Nem arról szólt ez, hogy mindenkiből hivatásos zenészt kell faragni, hanem arról, hogy ráérezzünk annak az ízére, hogy milyen fontos, hogy értjük és szeretjük a zenét, és így egy dologgal több van, ami az életben boldogságot okozhat. Ahogy belőlem sem lett hivatásos zenész, hanem valamilyen olyan szegmensét találtam meg a zenének, amivel mégis kapcsolatban maradhatok vele. Itt vagyunk a kiállításon, ahol ugye a címe is az, hogy 100 év 50 ceglédi dobosa. Fölhajtottam a múltból 50 dobost, aki különböző ceglédi zenekarokban játszott, és ez nagyjából 1910 és 2010 közötti időszakot öleli át.
tulajdonképpen nagy boldogság nekem is, hogy a múzeum fotóarchívumába őrizhetek sok-sok más régiség mellett ilyen képeket, és az volt a lényeg, hogy a Dobosgálára látogató külföldiek vagy más vidékről származó meggyőződjenek arról, hogy Szegléden ez nem egy gyökértelen történet a jazzzel, a könnyű zenével és a dobolással való foglalatosság, hanem igenis ennek egy komoly múltja van, és ezek a képek elég beszédesek, hogy ezt a múltat fölidézzék. Rám nagyon nagy hatással volt a 60-as évek Kossuth éttermében Hajdú Bandi bácsi által rendezett Róna jazz rendezvények, nagy hatással voltak, ahol Lénár Béla barátommal, későbbi zenésztársammal ültünk ott, és hát ráéreztünk a jazznek az ízére, és tulajdonképpen néhány röpke év után a beat zenéről, amit egy picit kevésnek találtunk már, át is lovagoltunk a jazzre, hát persze az nem egy ilyen gyorsan, hanem szép lassan megtanultuk az alapjait, és amatőr módon talán még ma is műveljük ezeket a dolgokat.